Őrzők, vigyázzatok a strázsán. Csillagszórók az éjszakák, Szent János bogarak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon Florence nyalás, összekeverten. Búcsúztató őszi Didónak emlékei a hajnali párás díszkócos táncitermen. Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem hallhatnak soha. Őrzött elevenek is voltak, szívek távoli mosolya reátok néz, aggódva, árván. Őrzők, vigyázzatok a strázsán! Őrzők, vigyázzatok a strázsán! Az élet él, és élni akar. Nem azért adott annyi szépet, hogy átvádoljanak most rajta véres és ostoba veneséget. Oly szomorú embernek lenni, s szörnyűek az állathős igék, s a csillagszóró éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szétbesződt hitét. S akik még vagytok, őrzőn, árván, őrzők, vigyázzatok a strázsán. Jó reggelt! Ma 2022. március 16-a van, és szerda. A pontos idő 8, illetve 7 perc múlva lesz, reggel 7 óra. Peter Gabrieltől elhozhattam volna a Red Rain-t, mert tényleg ilyen szaharai eső esik. Egészen elképesztő az a látvány, amit az embernek reggel az autója nyújt. Hát ennyit a civil témákról, civil téma. Nem is tudom, hogy ez egy megfelelő szó. Ma tehát 2022. március 16-a szerda van, 19 nap van még a választásokig, úgy, hogy harmadika is bele van számolva. Ha azt nem számoljuk, akkor 18. Hogy hány nap van hátra a háborúból, freudizmus, azt nem tudom megmondani, és hogy hány nap van hátra az önök életéből egyenként, beleértve az enyémet, arról sincs elképzelésem. Én személy szerint nem hiszek a túlvilágban, de ha van, akkor ott folytatjuk. Folytatjuk. Ez a Kejfej Jancsi. Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes. A netezők, valamint Fiala János 14 éven aluliaknak nem, felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott adása. Minden nap kísérleti műsor, és minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. Nagyjából 5 fok van, meg lesz a duplája, tavaszodik. Lassan, de tavaszodik. Fél 8 után Budis Krisztinával beszélgetek, 8 óra után pedig Brückner Gergellyel. Addig pedig önök érvényesülnek, meg én. Nem feltétlenül ebben a sorrendben. Ha visszaemlékszem a Kejfej Jancsik történetére, már pedig van rá mód, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, ez a 6. parlamenti választás. Gombócból is sok. Ha visszaemlékszem az előző 5-re, akkor azt kell, hogy mondjam, emlékeim szerint, ha nem csalnak meg az emlékeim, akkor a mostaninál sokkal határozottabb karakterrel állt ki a Kejfej Jancsi a tekintetben, hogy hát ezt a mondatot nem fogom tudni befejezni. Minden nap a műsorra készülök, akkor is, hogyha műsor előtt vagy műsor után vagyok, majd ha nem lesz műsor, akkor nem tudom, akkor is készülök, nem tudom mire. Arra készültem, hogy választ adjak a fel nem tett kérdésre, vagy a feltett kérdésre, hogy ez a mostani helyzet minek a következtében alakult, úgy, ahogy alakult.
nem fogok tudni jó választ adni. Azt mondanám, hogy a magam módján, de ennek nincs értelme, mert az önök módján nem tudok. Meg vagyok rendülve. De nem csak a háború miatt. A háború ezt a megrendülést akcelerálta. Ha egyáltalán egy megrendülést lehet akcelerálni, valószínűleg nem lehet. Tegnap egy kislány betegsége megakadályozott abban, hogy másodmagammal, vagy harmadmagammal összesen hárma mentünk volna, részt vegyek a békemeneten, mint szemlélő. Így aztán egy közösségi élményből kimaradtam. Egyáltalán a közösségi élményeim száma alaposan megírult. És ennek nyilvánvalóan én vagyok az oka, hiszen a közösségi élményeket nekem kell megkeresnem, azt mégse várhatom, hogy a közösségi események keressenek fel engem. De nyilvánvalóan annak is megvan az oka, hogy a közösségi események miért maradnak távol tőlem. És ebben nyilvánvalóan az is szerepet játszik, hogy az idő múlásával nem fiatalodom. És nyilvánvalóan, hogy összefüggésben van azzal is, hogy milyen reményeket táplálhatok a jövőt illetően. Egy viszonylag egyszerű képpel állnék elő, hogyha valami megrongálódik, akkor az ember lehet, hogy húzza az időt, mert nincs kedve hozzá, vagy nincs hozzá pénze, de a dolgot kijavítja. Olyan nem lesz, mint amilyen eredetileg volt, de a szakadt ruhát megvarja, ha nagyon elszakadt, akkor vesz egy másikat, az autót kikalapáltatja, lefényezik, utána legfeljebb önök tudják, hogy ott korábban mi volt. Meg hát arra is emlékeznek, hogy mi okozta. Az esetek zömében az ember tudja, mert ott volt. Ő volt a hibás, vagy más. Ez egy évlapra tartozik. Szóval ebben a tekintetben valahogy ki kéne kalapálni az életemet, és egyrészt nem tudom, hogy azt hogyan kell, másrészt azt se tudom, hogy ez egy vélt tehetetlenség. Az ember sohasem tehetetlen. Legfeljebb elodáz bizonyos cselekedeteket, beleértve, hogy az ember rosszul is cselekedhet. Tehát indulhat rossz irányba. Szándékosan, mint a gonosz malacka, vagy véletlenül, és aztán módosít. A 2022-es választáson nincsen preferált pártom. Ilyen talán először fordul elő. És igazából preferált személyeim sincsenek. És azt hiszem, hogy ilyen sem volt az elmúlt időben. Voltam az Egyensúly Intézet konferenciáján, erről be is számoltam a múlt héten, ahol azt hallottam gazdasági szakértőktől, hogy Magyarország az egyik legszegényebb uniós állam, és néhány év, és már a legszegényebb lesz. Tudják, mint a viccben, hogy ma még csak egy harmadán van a világnak szocializmus, de eljön az idő, hogy egy tizedén, egy századán, sőt egy ezredén lesz. Mérvadó közgazdászok mondták ezt, miközben gyerekkorom óta azt hallgatom különböző emberektől, Nyers Rezsőtől Matolcsi Györgyig, hogy hogyan fogjuk utalérni Ausztriát. Ausztria, gondolat ilyen laboratórium, lehetne a szimbólum. Valami, amit soha se érsz utol.
A kérdés az, hogy ennek mi az oka? Hogy ez egy fátum? Nem hiszem. És amikor Ausztriáról beszélünk, akkor, vagy beszélek, akkor szeretném világossá tenni, hogy ez egy szimbólum. Ugyanolyan, mint az angol gyep. Magyarországon fogalmilag kizárt, hogy angol gyep legyen. Magyarországon csak magyar gyep lehet. A kérdés az, hogyha a magyar gyepet az angol gyep mellé helyezzük, akkor leszámítva a gyep szakértőket, valaki a minőség alapján megmondja, hogy melyik a jobb és melyik a rosszabb. Lehet, hogy az angol gyep zöldebb, nem tudom. Nem szeretném elveszteni a reményt. Én nem akarom utolérni Ausztriát, és nem akarok angol gyepet. Ezek kifejeznek valamit, hogy az ember megértesse magát. De a tartalom, amit mögé gondol, az más. Amikor azt mondja a szülő Juliskának vagy Jancsikának, hogy miért nem tudsz olyan lenni, mint az Erzsi vagy a Misi, akkor pontosan meg tudja mondani. Jobb matematikából, meg van fésülve, nem késik el az iskolából. Ezek konkrét dolgok. És ugyanilyen konkrét dolgok vannak Ausztria és az angol gyep mögött. Nincs egyetlen párt, amelyik ma azt mondanám magamnak, hogy hajrá, Ausztria lesz belőlünk. Hajrá, angol gyep lesz belőlünk. A szó képletes értelmében. És ahhoz, hogy valamit nagyon akarjak, ahhoz, hogy azt ajánlani tudja önöknek az árbockosárból, ahhoz azt nagyon akarni kell. Ha nem tudom nagyon akarni, akkor nem tudom ajánlani az árbockosárból, és a 2022-es választás előtt, hát milyen az az árbocban ülő matróz, aki azt mondja, hogy hát... Vagy kikötünk, vagy sem. Vagy ebben a kikötőben kötünk ki, vagy átmegyünk egy másik tengerre. Valahogyan lesz. -712-42 az elérhetőségem. Nem véletlen van előttem rengeteg papír. Ha már nem mentem el a békemenetre, összeszedtem azokat a szövegeket, amelyek a tegnapi napot jellemezték, amely szövegektől olyan messze esik március 15-e, amilyen messze csak eshet. Ennyire belpolitikai esemény, ennyire a március 15-i eseményektől független megemlékezés sorozat talán még sohasem volt az életemben, én legalábbis így érzékeltem. Nagyjából 2 órát kellett várni, hogy a miniszterelnök honlapján feltűnjön az a beszéd, amit mondott a Kossuth téren. Nem tudom, ki hallotta, ki nem. Én minden esetre részleteket felolvasnék belőle. Én teljesen el voltam képedve. Azt mondta, egész jól nézünk ki, sőt, nagyon jól nézünk ki, talán még sohasem néztünk ki olyan jól, mint éppen ma, 143 napja, október 23-án találkoztunk legutóbb. Gyorsan elrepült. Akkor azért jöttünk össze, hogy megüzenjük az ismét kormányköré kerék mögé vágyakozó baloldalnak, hogy nem oda Buda. Megüzentük, hogy mi itt a jobb oldalon nem vagyunk jámbor lúzerek, akik megijednek a baloldal mögött álló még oly befolyásos nemzetközi médiától, a brüsszeli bürokratáktól, vagy a még oly gazdag Soros Györgyöktől. Megüzentük, hogy harcolni fogunk. Régen találós kérdést játszottam a szó átvitt értelmében, vagy tán valóban is teszteltem önöket. Hát ez most olyan távol áll tőlem, amilyen távol csak állhat. Ez az egész jól nézünk ki, sőt nagyon jól nézünk ki, ez fogalmam nincs, hogy mire vonatkozik. Különös tekintettel, hogy ez egy nagy valószínűséggel előre megírt szöveg, tehát előtte tudta már a miniszterelnök, hogy jól fogunk kinézni, beleértve, hogy többes szám első szemébe beszél, miközben nyilvánvalóvá teszi, hogy ő a jobb oldal nevében beszél, magyarul a jobb oldal néz ki jól, a bal oldal az vagy nem tartozik a nemzettestéhez, vagy nem néz ki jól, vagy nem is látni,
Valószínűleg ő ezt vizionálja leginkább, hogy nem is lehet látni. Persze meg lehet kérdezni, hogy én miért veszek minden mondatot komolyan, de hát kit vegyek komolyan, hogyha nem a miniszterelnököt, az egyes számú tornatanárt. Harcolni fogunk. Mondja a miniszterelnök akkor, amikor három miniszterelnök meg egy miniszterelnök helyettes éppen Kijev felé tart vonaton, vagy tám már meg is érkezik, V4, meg nem V4, meg szlovén miniszterelnök, hogy hol fogunk harcolni, hogy fogunk harcolni, hogy ez egy... Jó, nem fogok elveszni olyan részletekben, ami távol visz. Tehát akkor, amikor tőlünk keletre háború zajlik, amiben nem akarunk részt venni, hogy mivel fogunk harcolni, a baloldallal fognak harcolni? Tehát tényleg háború lesz Magyarországon, miközben tőlünk keletre tényleg háború dúl? Ez itt most játék a szavakkal, miniszterelnök úr. Majd így folytatja. És kedves barátaim, jól harcoltatok. Áll mind a 106 képviselőjelöltünk, tartottunk több mint 100 választási gyűlés Battonyától Nemesmedvesig, bekopogtunk több millió ajtón. Én értem, hogy tegnap békemenet volt. Én értem azt, hogy nem volt állami ünnepség a Nemzeti Múzeum kertjében. De ennyire expressis verbis kimondani, hogy itt most kérevalásan csak mi számítunk, akik eddig is hatalmon voltunk, nem emlékszem, hogy lett volna, és ha volt, annak se fogtam volna a pártját. A miniszterelnök a békemenet élén alapvetően szólhat szerintem azokhoz, akik a békemenetet szervezték, de akik nem szervezték, akik nem vettek rajta részt, vagy akik a szellemétől távol állnak, őket miért nem képviseli? Őket miért nem képviselte tegnap ott a Kossuth téren? 061-712-42, vagy ha képviselte, azt én miért nem vettem észre a szövegéből? Nem is emlékszem, mikor álltak utoljára ilyen jól a csillagok 19 nappal a választás előtt. Leszűkíten, tételezzük fel, hogy az összes közvéleménykutatás igazat mond, és tényleg beváltja hozzáfűzött reményeket, és győz a Fidesz, meg a KDNP. Akkor tényleg el lehet mondani, egy tőlünk keletre pár kilométerre zajló háború, egy gazdasági, hát, recesszió szélén, Covid után, hogy nem is emlékszem, mikor álltak utoljára ilyen jól a csillagok 19 nappal a választás előtt. Irigylem a miniszterelnök optimizmusát. Beleértve, hogy vajon elhagyható a mondat másik fele is, hogy nem is emlékszem, mikor álltunk utoljára ilyen jól a csillagok. Nem is 19 nappal a választások előtt. Úgy általában, en general. Minden fasza. Az üstökösnek hit miniszterelnök jelöltjük már csak egy földbe csapódott, kihűlt kődarab, és vele együtt beleállt a földbe az egész baloldali miskulancia. Mondja ezt akkor, amikor néhány nappal korábban egy horvát drón a földbe állt. Pontosabban mondva, Horvátországban egy drón a földbe állt, amiről még ma sem lehet tudni, hogy ki fia borja volt. Ezzel kapcsolatban hadd idézzem Jens Stoltenberget, a NATO főtitkárát. Stoltenberg kommentálta a múlt csütörtöki zágrábi Jarumban történt repülőgép szerencsétlenséget. Száfolta Andrei Plenković miniszterelnök és Mario Banožić védelmi miniszter azon állítását, hogy a Zágrában lezuhant gép felfedezett lett volna. Beszéltem Plenkovicsal, együttműködünk a tényállás megállapításában, az előzetes vizsgálatok azt mutatják, hogy nem fegyveres repülőgépről volt szó, és kifogyott az üzemanyagból, ezért zuhant le Zágrában. Pontosabb tényeink lesznek, mint eddig, fontos tudni, hogy a szövetségesek információt cserélnek, és a drónt a NATO rendszere figyelte, és végül Zágrában zuhalt le.
Meg kell osztanunk az információkat, és utána többet megtudunk, sokkal többet kell befektetnünk a radarvezérlésbe és a légvédelmi rendszereinkbe, és ezt úgy tesszük, hogy a keleti határikon telepítjük a Patriot rendszert, mondta Stoltenberg, aki meg van győződve arról, hogy a Jaruni incidens katasztrófa volt. Mondta a NATO főtitkár. Egy Horvátországban lezuhant drónnal kapcsolatos incidens nyomozzunk, amennyire most tudjuk, ez nem támadás volt, ha szükséges reagálunk és kommunikálnunk kell az oroszokkal, hogy az incidensek ne fajuljanak veszélyes helyzetekké, ezért növeljük jelenlétüket, mondta Stoltenberg, aki Zágrábban a romániai drón balesetről is nyilatkozott. Hát, mondanám, hogy értem, de nem értem, de minden esetre az a drón ott Zágrábban földbe csapódott. Nem tudom a gondolattársítást elkerülni, hogy Márki Zai egy Horvátországban lezuhant drónhoz van hasonlítva a teljes baloldali miskulanciával együtt. Elnézést, hogyha valamit félreértettem és rosszul értelmeztem. Az üstökösnek hit miniszterelnök jelöltjük mára csak egy földbe csapódott, kihűlt kődarab, és vele együtt beleállt a földbe az egész baloldali miskulancia. Végső kétségbeesésükben idehívták Donald Tuskot is. Régi szokása a magyaroknak, így a miniszterelnök később, amikor az ország sorsa fordul, közösen döntünk, ez a mi legnagyobb erőnk, több mint 1100 éve csináljuk ezt, így volt Etelközben, Pusztaszeren, a Rákosmezején, a Dunajegén, és így volt 174 éve Pozsonyban és Pestbudán. Szóval a békemeneten előadott szöveget úgy feltüntetni, hogy közösen döntünk, hát, azért abban van valami fából vaskarika. Tehát végül is mondhatom azt, hogy most leoltom a villanyt, és akkor azt úgy értelmezem, hogy ezt önök is így akarták, de talán egyszerűbb, ha megkérdezem önöktől, hogy oltsuk le a villanyt. A magyarok mindig ugyanazt akarták a Kárpátok alatt, legyen béke, legyen szabadság, legyen egyetértés, a békéhez, a szabadsághoz, az egyetértéshez ugyanarra a dologra van szükségünk, erőre. És itt jön az, amiben azt a topzódást lehet tetten érni a miniszterelnök úrnál, aminél fából vaskarikább már nincs. Én azóta se jöttem rá, hogy ez mi. Ha segítenének nekem, megköszönném. Azt mondta. Gyenge nép nem kap békét, legfeljebb megkegyelmeznek neki. Gyenge nemzetnek nem jár a szabadság, legfeljebb hamis gulyás a barakjába, gyenge nép nem tető alá, nem tud tető alá hozni semmilyen egyetértést, legfeljebb beletörődhet a sorsába. A béke, a szabadság és az egyetértés az erős népek jutalma, ővék a jólét, az önbizalom, a biztonság és a nyugat élet. A szél mindig az erősek vitorláját dagasztja, az űhajjuk mindig révbe ér, őket kedveli a szerencsésük, mindig a talpukra esnek. Ezért álmodtak Széchenyi, Kossuth, Petőfi és mind a többiek erős Magyarországot, és ezért álmodunk velük mi is. Erős országot akarunk, amely ugyan a természet törvénye szerint nem szakadhat ki a népek naprendszeréből, de mindig a saját tengelye körül forog, a saját tengelye körül forog. Nem enged más bolygók vonzásának, tehát mi itt Kelet-Európában nem engedünk, és nem engedi idegen népek érdekei jelölje ki a röppájáját. Ehhez erő kell, tekintét parancsoló erő. Ezt az erőt gyűjtjük, ezt az erős Magyarországot építjük évről évre, ezt tesszük 12 éve. Majd később. A szépségből, leleményből és nagylelkűségből csak akkor lesz boldog ország, ha mindez erővel párosul. Legyen előbb erőnk, és aztán legyen igazunk, és ne fordítva. Hát, ha ezt nekem elmagyarázzák, hogy legyen előbb erőnk, és aztán legyen igazunk, és ne fordítva, hogy az erő és az igazság hogyan kerül először a miniszterelnök úr szövegében így egymással szembe és ráadásul hierarchiába állítva, hogy erő nagyobb, mint igazság, ezt legyenek szívesek megoldani, itt meg kell állnom, 4180, segítsenek a bombászótisztnek. 061-712-42 Lehet még folytatni. Nem akarom. Itt megállok.
A szépségből, leleményből és nagylelkűségből csak akkor lesz boldog ország, ha mindez erővel párosul. Legyen előbb erőnk, és aztán legyen igazunk. Mondja ezt akkor, amikor Kijevből üzent a világnak Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök, aki Petőfi alatt cseh, és Janez Janza szlovén kormányfő, valamint Jaroszláv Kaczynski lengyel miniszterelnök helyettes jog- és igazságosságpárt vezetője társaságában utazott az ostromot ukrán fővárosba. A lengyel miniszterelnök azt írta, a történelmet itt a háború tépázta Kijevben írják, a szabadság itt harcol a zsarnokság világával szemben, mindannyiunk jövője idől el, az EU támogatja Ukrajnát, amely számíthat a baráti segítségre, ezt az üzenetet hoztuk ma Kijevbe. Tudom, hogy felajánlották, hogy üzenethozó legyen Orbán Viktor miniszterelnök is, de ő nem ezt az utat választotta, beleértve, hogy senkit nem kért fel kormányából, hogy utazzon el kvázi helyette. Legyen több erőnk, nem, legyen előbb erőnk, és aztán legyen igazunk, és ne fordítva. Kérem a helyes megoldást. Kérem, magyarázzák ezt el nekem. 061-712-42. Őrzők, vigyázzatok a strázsán! Csillagszórok az éjszakák, Szent János bogarak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon, Florence nyalás, összekeverten. Búcsúztató őszi didónak emlékei a hajnali párás díszkócos táncitermen. Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem hallhatnak soha. Őrzött elevenek is voltak, szívek távoli mosolya reátok néz, aggódva, árván. Őrzők, vigyázzatok a strázsán! Őrzők, vigyázzatok a strázsán! Az élet él, és élni akar. Nem azért adott annyi szépet, hogy átvádoljanak most rajta véres s ostoba feneséget. Oly szomorú embernek lenni, s szörnyűek az állathős igék, s a csillagszóló éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szétbesződt hitét. S akik még vagytok, őrzőn, árván, őrzők, vigyázzatok a strázsán. Itt van Iványi Gábor, Donát Anna, Karácsony Gergely, Jakab Péter, Smuk Erzsébet, Tóth Bertalan, Dobrev Klára, Donald Tusk, Márki-Zay Péter, Túró Dóra és Torockai László ünnepi megemlékezése is, de még mielőtt rájuk sor kerül, nem akarnának segíteni? 061-712-42. Legyen előbb erőnk, és aztán legyen igazunk. És nem fordítva. Én gyerekkoromban nem ezt tanultam. Én a Bábszínházban nem ezt tapasztaltam. Az összes magyar népmesében én erről egy árva szót nem olvastam. Szeretném megkérdezni, hogy bennem van-e a hiba. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Hát lehet, hogy nem jól hasonlat, de előbb a behatolót föl kell szólítani, hogy rendőrség utána lőni. Elnézést, nem kell. Tehát tényleg... felesleges. Magáért beszél a szöveg, nem kell képesebbé tenni. Aki ezt képesebbé teszi, az eltolja magától, az nem róla beszél. Legyen előbb erőnk, és aztán legyen igazunk. Elnézést! A népmesében a legkisebb királyfi, amikor elindult, akkor nem arról volt a szerencsét próbálásánál, hogy ő szerencsét próbál, és nem az erejéről, hanem az igazságkereséséről volt szó. Szóval én az egész igazságkeresést eddig miniszterelnök úr rosszul értelmeztem.
65 éven keresztül, vagy annyi éven keresztül, amióta az eszemet tudom. Hozzátéve, hogy aztán még lett Schwarzenegger is, meg fekvőtámasz, ezt tényleg hagyjuk számításon kívül. Mi van azzal, akinek igaza van és gyenge? Az igazság az egyszerűen így devalválódott, hogy nem vettem észre. Jó reggelt! Jó reggelt! Egyértelmű, együnk erősek, és akkor mi mondjuk meg, hogy mi az igazság. De közben elmondja, hogy itt Kelet-Európában nem tudunk erősek lenni. Hát ez meg már egy olyan állapot, amit azt hiszem, hogy szakembernek kéne. Ott volt több százezer ember. Senki nem mondta azt, hogy miniszterelnök úr. Én ott odaadtam, hogy meghúztam volna így az akkor, és azt mondja, hogy miniszterelnök úr, ezt hogy tetszett érteni? Kis szószedet. Legyen előbb erőnk, és aztán legyen igazunk. És sútba dobja mindazt, amit a világról gondolok. Én azt gondolom, hogy legyen igazunk, és teljesen mindegy, hogy közben erősek vagy gyengék vagyunk. Amióta itt ülök, az igazság tudaton vezérel. Ahelyett, hogy elmentem volna egy fitnessterembe. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én azt gondolom, hogy azért nem érti ön, mert ennek nem igazán értelmes az egész tartalma mondani valója. De fel volt építve, hát elkezdtem felolvasni, fel van ez építve. Igen, de ebből én azt olvasom ki logikusan, hogy az erő az elsődleges, ezért akár az agresszor, aki az erőt képviseli, még akkor is, hogyha nincsen igaza, igazolható. Tehát én ebből, hogyha az ukrajnai helyzettel vonnám a tanulságot, akkor az... De nem, arra külön kitér, megmondta, hogy ne kerüljünk az ukrán üllő és az orosz pöröly közé. Ott hát is külön mégis megválasztotta a passzív üllő és az aktív pöröly. Igen, de mégis az egész retorikájában benne van az erő, és benne van az, hogy aktivitás, passzivitás. Mit kezdjön azon az erővel, amely nélkülözi az igazságot? Nagyon félek tőle. Igen. Isten ne adja. És aki a kettőt így választja szét, most merjem azt mondani, hogy attól is Isten óvjon. Ez egy retorikai kérdés? Vagy tényleg így jár el? Rám néz, azt mondja, Fiala, te gyenge vagy, neked igazad se lehet. Igen, és különösen érdekes annak a tükrében, hogyha visszatekintünk a Orbáni Fidesz erőpolitikára, hogy milyen harcokat hirdetett meg, és bukott el sorra. Jó, de ne felejts el, hogy ennek ebben igaza van, de eddig az erő, az nem nélkülözte az igazságot. Eddig erő és igazság kimondva, kimondatlanul párban járt. Most szét lettek választva, és az egyik fontosabb lett a másiknál. Gondoljon bele, nem tudom, hogy önnek van egy gyereke, de ön is gyerek volt. Ezt tanult-e a szüleitől? Hát nem ezt, és lehet, hogy még lefordítva még valamilyen újabb nyelvre, ez azt is jelenti, hogy akár a haza mégiscsak lehet ellenzékben. Ezt nem fogja tudni levezetni, tehát ez itt már olyan dolgok társulnak, amelyek messze túlmutatnak azon, ami ide le van írva.
Én megmondom, hogy én mit gondolok erről. Én azt gondolom, hogy a miniszterelnök úr kiüresedett. Pehére ezt nyilvánvalóvá tette. Pedig nem lett volna muszáj. Király még mesztelenebb nem volt előttem, mint most, és szemérmességből nem is fogok nagyon sokáig odanézni. Ha mégis oda nézek, akkor azért nézek oda, mert ő az én királyom. És azon kívül, hogy tisztelnem kell, vagy kellene, azon kívül a hazámat vezeti. Nem fogok tiszteletlenül beszélni. Nem lesz Rogán Antal nőjének neszharisnyája. Higgyék el, bármely pillanatban tudnék úgy beszélni, mint akkor. De nem adom meg azt a lehetőséget, hogy élcelődjek, és aztán rajtam is élcelődni lehessen. Ez az erő, ő, aki megszólalt a Kossuth téren, nem csak arról beszélt, hogy maradjunk ki a háborúból, de valójában egyszerre fogta az üllő és a pörölj érdekét. Egyszerre vallott színt mind a kettő mellett. Ügyes, mondaná más. De ügyesség és erő így nem férnek össze. Mesztelenebb nem volt még király előttem. És én ezen a mesztelen testen nem Dávid erejét látom. A kiüresedést látom több százezer emberrel szemben, egy ki tudja hanyadik győzelem előtt. Jó reggelt! Jó reggelt! Két mondatban kommentálnám ezt a témát. Ez a mondat a zsarnokság elvi alapvetése és a morális mélypont. Ezt szövegírók írták, barátaim. Ez a miniszterelnök úr az áldását adta. Egyenként kérdezném végig a Fidesz tagjait, hogy ők ezzel egyetértenek-e. Jó reggelt! Én azt látom az ukrajnai példával élve, hogy hiába van igazad, eltaposnak, hogyha nincs erő. De itt nincs háború jelenleg Magyarországon. Nincs Magyarországon háború, de ez erre vonatkozik. De a szövegben erre nincs utalásra. Nincs utalás, de hát... A szépségből, leleményből és nagy lelkűségből csak akkor lesz boldog ország, ha mindez erővel párosul. Uram, hol van itt Ukrajna? Hát ott látjuk a szomszédban, hogy hol van. Hiába van és mielőtt Ukrajna lett volna, ez a mondat nem létezett? Ön szerint Ukrajna szülte ezt a mondatot? Akár, igen. Ügyvédként felkérhetné őt a miniszterelnök úr? Álljunk mindig az erősebb mellé. Akkor is, hogyha nincs igaza. A második világháborúban voltak ilyen pillanatok, nem fogok elmerülni benne, nem vagyok történész. És ha önöket lebeszéltem a történelmi példázatokról és egyéb példázatokról, én se fogok élni vele. Holnap nélkülöznünk kell Füliyes Balást, így aztán 8:30 és 9 között lesz idő a többi beszéd elemzésére is, a kiegyensúlyozottság, és ki tudja még mi minden érdekében.
Ma nem véletlen választottam Orbán Viktor beszédét, elvégre mégiscsak ő a miniszterelnök, és könnyen lehetséges, hogy ő is marad április 3-a után. Önt, uram, hogyha az orosz-ukrán háború kapcsán, ami akkor még nem volt, a szülei úgy nevelték, hogy előbb legyen erős, és ugye utána legyen igazsága, küldje el ide a szüleit, meghallgatnám őket. Végtelenül szomorú vagyok, levert és tehetetlen. Az erő nem csak izom kérdése. Az oroszlánt nem lehet lebirkózni, de lehet homokot szúrni a szemébe. A medve szkanderben verhetetlen, de lehet az orrába karikát és láncot fűzni. A farkas verembe is lehet csalni, és mint tudjuk, és mi tudjuk, hogy a vatkamból is lehet pörköltöt csinálni. Ez semmi másról nem szól, mint a fineszről. Előbb a finesz, aztán az igazság. Szórjunk homokot az oroszlán szemébe. Ha a miniszterelnök úr szóba áll velem, csak és erről az egyetlen dologról szívesen elbeszélgetek vele, vagy bárkivel, aki ezt a szöveget írta. Őrzők, vigyázzatok a strázsán. Csillagszórók az éjszakák, Szent János bogarak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon Florence nyarás összekeverten. Búcsúztató őszi Didónak emlékei a hajnali párás díszkócos táncitermen. Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem hallhatnak soha. Őrzött elevenek és holtak, szívek távoli mosolya reátok néz, aggódva, árván. Őrzők, vigyázzatok a strázsán! Őrzők, vigyázzatok a strázsán! Az élet él, és élni akar. Nem azért adott annyi szépet, hogy átvádoljanak most rajta véres és ostoba veneséget. Oly szomorú embernek lenni, s szörnyűek az állathős igék. S a csillagszóró éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szétbesződt hitét. S akik még vagytok, őrzőn, árván, őrzők, vigyázzatok a strázsán. Tobzódjunk! Tök magyankók lesnek, úgy szeretnék gyáván kihújni, s meg kell maradnom Herkulesnek. Milyen hígfejűek a törpék, hagynának egy kicsit magamra, Krisztus úgyse magam megtörnék. De nyelvelnek, zsibongnak, űznek, s neki hajtanak önvesztükre, mindig új hitnek, dalnak, tűznek, s meg kell maradnom Herkulesnek.
nyelvelnek, zsibongnak, űznek, s neki hajtanak önvesztükre, mindig új hitnek, dalnak tűznek, s meg kell maradnom Herkulesnek. Szeretném már magam utálni, de Istenem, ők is utálnak. Nem szabad, nem lehet megállni. Szeretnék fájdalom esetten bújdosni, szökni, sírni, fájni. De hogy ez a csürhe nevessen, tök magyankó. Szegény muszáj Herkules álom, győzöm a harcot húsharaggal, s késik az álmom, s a halálom. Sok senki gnóm, nyavajás talmi, jó lesz egy kis hódolás és csönd. Én nem fogok sose meghalni, itt nem fogok sose meghalni. Itt nem fogok sose meghalni. Meg kell maradnom Herkulesnek. Halló! Jó reggel, szia! Ja. Jó reggel, szia! Boris Krista van a vonalban. Az ukrajnai háború kapcsán kérdezem, de valójában az ukrajnai háború tényleg csak egy apropó, hogy ugye van az a szó, hogy izé. Az izé az egy ilyen szópótló szó, az arra való, hogy amikor az ember nem tudja, hogy azt hogyan kell mondani, akkor azt mondja, hogy izé. És bizonyos szempontból az én mentális térképemen a civilek is így vannak jelen, a civilek is izé, és azt akartam tőled megkérdezni, hogy valójában miről van szó, és hogy mennyire egybevág az én gondolkodásom a Euronews-nak az egyik riporternőjének a gondolkodásával, aki egyébként tényleg Ukrajna kapcsán arról beszélt, hogy milyen feladatokat lát el a katasztrófavédelem, milyen feladatokat lát el az idegenrendészet, milyen feladatokat láthatnak el egyházi szervezetek, és milyen feladatokat látnak el civil szervezetek a határ mentén, de hiszen te a civil szférában nem az ukrajnai háború óta veszel részt. Mondd, Bódis, valójában mi kéne ahhoz, hogy te abba hagyjad azt, amit csinálsz, mert az állam, vagy valaki más látja el, illetőleg a kérdés az, hogy te egy hiánypótló tevékenységet folytatsz, vagy mi a frászkunyhód, hiszen egyébként ez a van helyed, ez úgy tűnik, minthogyha egyébként azért tudott volna létrejönni, mert akinek ezt el kellett volna látni, vagy rosszul látta el, vagy sehogy. Én ezt rosszul látom, vagy jól? Hát izé, kezdeni. Hát jól látod, szerintem, és ez azért izgalmas kérdés, mert most olyan, mintha egy ilyen nagyítóval tudnánk ránézni erre a dologra, itt a háború meg a menekültek kapcsán, vagyis arra a dologra, hogy mi a civilek szerepe, és mi az állam szerepe, illetve az egyházak szerepe. Azért ez az elmúlt 12 évben elég markánsan kirajzolódik, és elmondom, hogy én most hogy látom, vagy mit tapasztalunk mi. És ugye a civilek mentén azt is kell mondani, hogy civil szervezetek, mert a civil egyének, mondjuk az önkéntesek, akik most elindulnak a nyugati pályaudvarra csak úgy gyorsan segíteni, az egy kicsit más szerepkör. És most az látszik, hogy az állam, vagy a kormányzat úgy gondolkodik, hogy bizonyos szférákat, ellátórendszereket, így elsősorban a szociális és oktatást kiszervezi tulajdonképpen az egyházaknak és az egyházak szeretetszolgálatainak.
ez az utóbbi időnek a, hogy mondjam, válasza vagy megoldása arra, hogy hogyan kellene az államigazgatásban azokkal a kérdésekkel foglalkozni, amik mondjuk a marginális csoportokat illeti, vagy a felzártságot illeti, meg itt egy pillanatra, mi lehet az állam szempontja? Hát szerintem az, hogy ne neki kelljen foglalkozni ezzel. Mert? Továbbra se. Sajnos. De miért? Értem. Mert ez, nagyon, ez a széra, az oktatás, egészségügy, szociális, nagyon-nagyon sok pénzt viszel, és nagyon nehéz benne strukturális változtatások nélkül, mert az szükséges volna most is, igazi látványos eredményeket elérni, és hát ez ilyen, én úgy érzékem, hogy ez ilyen eltolás, feladat eltolás. Ez úgy történt, hogy eleve vagy menet közben jött rá erre az állam? Hát én nem tudok a kormányzat fejével gondolkodni, ezt egyszerűen csak tapasztalom. Ez ennek az államnak a sajátja, vagy a korábbi államok is így gondolkodtak? Más államok is, más államok, tehát van olyan ország, ahol... Nem, Magyarországon. Az előző Magyarországon ez nem volt jellemző, nem, abszolút állami, illetve a civilek, civil szervezetek, mondjuk így, együttműködésének a próbálkozása sose volt, a civil szervezetek sose tudtak szerintem hatékonyan együttműködni a kormányzattal, mert sose volt kitalálva, hogy ez hogyan történjék. És valóban az volt korábban is, és most is az van, hogy sőt, most szerintem még rossz, még furcsább helyzetben vannak a civil szervezetek, mert mondjuk mint 20 évvel ezelőtt, mondjuk a rendszerváltás után a civil szervezetek elkezdték, mint ahogy mi is, magunkra húzni, hogy így mondjam, olyan feladatokat, amik láthatóan nem kerültek az állam látókörébe. Ez a civil szervezeteknek ez a plusz tevékenység mennyire okozott identitásválságot, mondván, hogy nem erre a célra jöttek eredetleg létre? Erre jöttek szerintem létre, képzeld. Szerintem pont ez az érdekes, hogy mi később jöttünk rá, tehát később szembesültünk azzal, hogy hoppá, most már annyi mindent csinálunk, és olyan rendszer szinten akár, például van helyed már olyan struktúrában dolgozik, hogy tulajdonképpen már modellt tudunk adni. Jó, de arra, akkor ebből a szempontból állam vagytok az államban, és akkor az államnak ez akár érdeke is lehet? Akár érdeke is lehetne, hogy mondjuk mi itt kicsiben lemodellezünk valamit, amit mondjuk egy állami igazgatási struktúra. Oké, de ez elvileg szövetséget jelentene már pedig, ami Magyarországon jelentene. Van, az nem szövetség. Nem. Egy furcsa, kicsit beteg. Néha versengő, néha egy ilyen légüres térben. Jó, de azért ezt mégiscsak modellezni kell. Az állam visszavonul, mint az ár. Átengedi a teret a medernek. A mederben hogyan jelennek meg a civilek? Mennyiben teszi azt lehetővé az állam civileknek, egyháznak, hogy a szó jogi értelmében is átvallalják tőle azt, amit ő egyébként expressis verbis sohasem mondott le róla, de valójában mégis átengedte egy részét? Szerintem ez egy határozott törekvés, tehát hogy itt az egyházak és az egyházak szeretett szolgálatait mondjuk ne feltétlenül nevezzük civileknek, vagy én nem gondolom, hogy civil szervezeteknek kell őket tekinteni. Ezek egyházi szervezetek, egyházon belül működő társadalmi célokért, vagy szolgáltatásokat biztosító, akár oktatási, tehát egyházi iskolák, akár a, gondolok a szociális. A te szervezetednek mondanál egy egyházi megfelelőjét, amely ugyanazon a területen más eszközökkel, más néven dolgozik? Igen, hasonlóan, csak sokkal több eszközzel is, sokkal szélesebben, mert az állam nagyon sok pénzt ad számára, mondjuk a református szeretett szolgálat, vagy a Málta. A Málta kifejezetten... Oké, reformátusok, Málta, igen. Mi szükség igen. Van még a búdisra? A reformátusok hát, és a Málta nem fedi le az egészet? De szerintem ez lesz, hogy nem lesz szükség. És ennek csak az a problémája, hogy vajon hogyan fedi le. Oké, okay. Mi a református, a Málta és a búdis között a különbség? Hát az, hogy az állam kifejezetten szeretné, hogyha a református és a Málta működne, és átvenni ezeket a szerepköröket, és az ilyenek, mint a búdis, az meg ne pattogjon. De én ezt értem, de nem a kérdésre válaszoltál. Azt kérdezte, mi a különbség Málta és közted? Pozíció. Az, hogy egyszerűen
mondjuk a, Málta vezetője vagy alelnöke az egyszerre kormánybiztos is. És, de csak csupán erről van szó? Hogy a Vecsei az kormánybiztos? Hát arról van szó, hogy hova mennek a források. Tehát, hogy mit szeretne az állam. Nem az, az a fontos, hogy mi a tevékenység? Nyilván az is fontos, de ha az fontos lenne, akkor hogy mondjam, egy kicsit rugalmasabban tekintene a civil szervezetek. Az akkor kíváncsi lenne az állam a civil szervezetek tevékenységére. Azért itt nagyon sok, nagyon nagy tapasztalattal bíró, terepen dolgozó civil szervezet van, akik bevonhatók volnának mind a tervezés, mind pedig a végrehajtás szintjén ezekbe a feladatokba. Oké, okay. Nem finanszírozási oldalról a tevékenység minőségét, illetve mi az, amiben a bód is más, és mások mások, mint amilyenek az egyházi szervezetek? Értem, hogy erőlteted ezt a megkérdést. Én nem gondolom, hogy ezt, erre most tudnék neked válaszolni. Mondjuk, és nem is gondolom, hogy egy ilyen összehasonlításról volna szó. Egyszerűen arról van szó, hogy van itt még egy olyan kapacitás, amit valamiért nem használ az állam, és ezt nehéz megérteni. Tehát nem jobbak vagy rosszabbak vagyunk, na, jók vagyunk, és hasznosak vagyunk. De te akár egyébként bele is olvadhatnál valamelyik egyháziba? Figyelj, én azt gondolom, hogy bármilyen konstrukciót el tudok képzelni, hogyha az tényleg azt szolgálja, ami. Tehát én nem gondolom, hogy rosszul csinálja a szeretetszolgált, azt gondolom, hogy az államnak ez egy baromi nagy falat, és nem mer úgy hozzányúlni sem a szociális, sem a roma, semmilyen kérdéshez, azért, mert ahhoz sokkal nagyobb átalakítás. Én ezt értem. Azt mondjad meg, hogy a szeretetszolgálatok és az állam, ha hát együtt, türelem, ha együtt veszük a tevékenységet, hagynak még akkora területet, hogy Búdisnak és másnak jusson magyarul. Jelenleg van olyan lefedetlen terület, ahova egyébként Búdis és társai azért mennek, mert azt nem fedi le az egyház szeretetszolgálata és az állam? Nagyon sok. Tehát egyszerűen nincs annyi szakember például, ahol kellene a szeretetszolgálatoknak működnie, és bizonyos tudások is hiányoznak, illetve ami a legfontosabb, hogy az szerintem nagyon hiányzik, hogy valamilyen fajta rendszerbe szerveződjön ez a dolog. Most az történik a szemem előtt, amit látok, hogy a szeretetszolgálatok, meg az egyházak tulajdonképpen egy picit a maguk feje után menve próbálják a saját struktúrájukba beleilleszteni azt, amit ők gondolnak, és ehhez találni forrásokat, és ezeket meg is kapják, tehát ezek EU-s és állami források, ezek pályázatok, amiket elsősorban ők pályáztatnak. Ők hogyan meg. Néznek rád? Hát pedig se néznek, mondhatnám így. Mert hogy hatalmasak és jól ellátottak, és azt gondolják, hogy meg tudják csinálni. Az állam hogyan néz rád? Szerintem azért senki nem kérdőjelezni meg azt, amit csináltunk, mert nem lehet. Ugyanis nekünk a gettóból, meg a szegény telepekről már egyetemista és munkába álló, pályára álló fiataljaink vannak, akik biztos, hogy nem termelik már újra például a nyomort, illetve az identitásukban is stabilak és emancipációban is. Ha te nem lennél, azt észrevenné az állam, észrevenné a lakosság? Hát az a terület, amit lefedünk, ott nagyon észrevennék. Tehát ott kihullanának gyerekek az oktatásból, ott családok visszazuhannának és sokkal rosszabb állapotba, és ez mondjuk egy ilyen ezer fő, ami persze nem az egész ország, de ha úgy vesszük, hogy ezt meg lehetne csinálni az egész országban, akkor gondolom hiányoznánk. Abban az értelemben, ahogy az én idealisztikus fejemben a világ létezik, ezen három egység között, állam, egyház, Búdis, van valamilyen szervezet vagy szervezetlen, de létező együttműködés? Igen, igen. Szóval én azt gondolom, hogy kell, hogy legyen. Tehát én tudod, ilyen vagyok, tehát én nagyon proaktív vagyok ezekben a dolgokban, mert hogy az ügyre igyekszem koncentrálni a politika fölött, és igen, én igyekszem, hogy legyen. És mondjuk például... De ők is igyekeznek-e ebben? Hát szerintem nem annyira. De, milyen az, amikor te igyekszel, és ők nem? Az milyen? Hát te föl akarod venni velük a kapcsolatot, ők meg nem veszik föl. Ez nem a kapcsolatteremtés, elmondom, hogy ez milyen. Mondjuk én átnyújtok egy módszertant, vagy mutatok egy módszertant,
és akkor azt mondjuk úgy jelenik meg a másik oldalon, hogy, hogy nélkülem. De ez nem, nem olyan nagy baj, tehát legalább valami át. Hogy érted, hogy nélkül átveszik a módszert, de téged nem vesznek hozzá? Aha, igen, igen, igen. De ez nem olyan nagy baj. Mert mondanál őszintén, egy példát? Hát igen. Például talán hallottál a teleprogramokról, amit igen. most már, mint én 10 éve menek. 2007-ben senki nem volt még Magyarországon, aki bement telepre, cigánytelepre, és ott kezdett volna a programot. Tehát ez, hogy settlement, meg jelenlét, meg ilyesmi nem volt. Ezt később a Málta különben körülbelül egy-két évvel utána elkezdte. Párhuzamosan, tehát nem tudtunk egymásról. És akkor belekerültem egy olyan helyzetbe, hogy tulajdonképpen én magam építettem föl egy kis teleprogramot önkéntesekkel, meg én is magam is önkéntes voltam, még szervezet se volt, civil szervezet se. És akkor sikerült egy olyan civil összefogást csinálni, egyébként ebben a Márta is benne volt, amiben ezt a módszertant ki is dolgoztuk. És aztán végül is a Márta ezt bevitte az állam felé, mint, és akkor az állam nyitott volt is, volt erre, viszont a civileknek nem szánt benne szerepet, és így tulajdonképpen, amit én felépítettem a 7-es telepen teleprogram 15 év alatt, mondjuk így, az egy az egybe átvette a helyi önkormányzat és az állami szervezet nélkülem. Miatt még elmennénk nélkül. A határokra, vagy a határa, végül is a te finanszírozásod lehet magánszemélyektől, lehet uniós, lehet kormány, de lehetne egyház is? Nem tudom, hogy ez hogyan működne, szóval hogyha egyház, gondolom igen, tehát, hogy, de gondolom akkor az egy komolyabb, tehát akkor az egyház, egyháziasítana talán, tehát mivel az egy rigid struktúra, egy egyházon belül azért szigorú struktúra van, tehát ott biztos, például lehetne, hogy a mi, mondjuk ha a mi kollégiumunk, az egy egyházi kollégium. Tehát most van egy Van Hely Stúdió Plusz nevű intézményünk, aminek a fenntartása egyébként állandó, ugye minden intézményünk fenntartása gondolhatod nyilván problémát okoz. Tehát lehetne normatívából fenntartani, mondjuk egy egyházi normatívából, egyházi iskola lenne, de akkor az nyilván egy szorosabb együttműködés. Ilyenkor az ember elbizonytalanodik, hogy vajon egy nagyon jól működő és autonóm rendszer, ha bekerül egy ilyen struktúrába, akkor mennyire minőség biztosított a létezése. Ha most szépen próbáltam, vagy eufémisztikusan fogalmazni. Menjünk a határa. Azt írja a Migration Aid, a mai napon Budapestről leutaztunk Záponyba, hogy a polgármester felkérésére segítsük a biztonságos, hatékony és gyors szálláskeresést. A nyugatihoz hasonló konténeres rendszert kezdtünk el kiépíteni, továbbra is nagy tömegben érkeznek a menekülők Ukrajna felől. Ami ma az ukrán-magyar határon van, a szó jó-rossz értelmében mennyire fedi le azt, amiről eddig beszéltünk? Jól láthatóan. Ezért mondtam, hogy ez egy, most mintha egy ilyen nagyító fölött meg is tudjuk ezt vizsgálni, mert itt látszik, hogy az állam az nagyon szerette volna, hogyha ezt az egész dolgot a katasztrófavédelem és a rendőrségen túl elsősorban az egyházi szervezetek oldják meg, és aztán azt gondolom, hogy szembesülnie kellett azzal a bizonyos minisztériumoknak, akik mondjuk például a felzárkózás államtitkárságnak, ahol hogy ugye a romák átjövetele, a kárpátaljai romák átjövetelekor, hogy hát ugye azért valami koordinációra szükség volna a szervezetek között is. Nem beszélve arról, hogy megjelennek ugye a civilek, mert nem mondhatja senki, hogy ne segíts, vagy ne lépj ebbe bele, és hogy ott is kellene egy sokkal hatékonyabb párbeszéd és koordináció az annak érdekében, hogy a segítségnyújtás az célzott és hatékony legyen. És láthatóan ez nem tud megtörténni. Mert most nagyító alatt néztünk rá arra, ami 12 éve itt próbál, tehát ami történik. Az állam teljesen tudatosan marad ki abból, amit egyébként átenged az egyházi szervezeteknek, majd tudomásul veszi azt, hogy az egyházi szervezetek miután ezt nem tudják maradéktalanul ellátni, megjelennek ott a civilek is. Hát nem tud, hogy mondjam, mert tudomásul veszi, igen, de ez szerintem kevés, tehát, hogy... De a tudomásul vétel az azt jelenti, hogy eleve nem is akart volna ebbe beszállni? Hát szerintem ezen a szinten akart. Tehát, hogy én úgy érzem, hogy azt gondolja az állam, hogy ezt tök jól megcsinálják majd
Modellezve azt, amiről eddig beszéltünk, nem bőven kifejtve, ha egyéb iránt nem lennének ott a civilek, de ott lenne az állam abban a formában, hogy ott van, és ott lennének az egyházi szervezetek abban a formában, hogy ott vannak, de kivesszük mindent, tehát ki civil személyeket és civil szervezeteket, beleértve a Migration Aid-et és bármi mást, mi maradna? Mit mutatna az a kép? Hát egy ilyen kicsit alacsonyabb hatékony, nem kicsit, szerintem jóval alacsonyabb hatékonyságú segítségnyújtás. Abból zűrzavar, abból káosz lenne? Nem lenne káosz, szerintem, csak nem lenne ilyen hatékony. Tehát figyelj, most tudod, miért nehéz, amit mondasz? Mert nem csak civil szervezetek vannak jelen, hanem önkéntesen, gyakorlatilag például a helyi polgármesterek behívnak egy csomó önkéntest, meg a saját civiljeiket, hogy így mondjam, polgáraikat, és azok kenegetik a szendvicset, a beérkező... Én ezt pontosan látom, de most vegyünk egy gondolatjelet. Ha az állam ezt saját kézbe veszi, mit kellett volna tennie, vagy mit kellene tennie az államnak? Bevonni mindenkit, aki itt hatékonyan tud működni. Mennyiben lenne az más, mintha a polgármester vonja be? Mert nagyon jó, ha a polgármester bevonja, tehát hagyni kell az autonóm működést, de egy keretrendszert biztosítani kell. Egy keretrendszert, amiben például az információ legalább áramlik, érted? Tehát nem mindent az államnak kell csinálnia, de például az, hogy az információ áramoljon a civilek, a szeretetszolgálatok és a mondjuk a polgármesterek között, az baromi fontos. És ez lehet egy központi koordináció vagy diszpécseri feladat. Mint ahogy tudtommal az idegenrendészeti szállásokat is felszámolták, amelyek most talán jól jönnének, de nem tudom, mert én csak azt látom, hogy ez az egész hogyan működik, mint organizmus, és közben mégis kifogások érik ezt az organizmust, hogy ennek nem így kéne működnie. Inkább arról van szó, hogy mindenki érzi, hogy lehetne hatékonyabban is. Tehát ez az organizmus működik, ne vegyük el ezt tőle, nagyon is működik, egy picit lassan reagál, pont azért, mert például nyilván a szeretetszolgálatnak van egy csomó ilyen épülete, meg nem tudom mi, ahova most betakják az embereket, de az, hogy hogyan tud a katasztrófavédelemmel együttműködni a helyi polgármesterrel meg a civilekkel, ez nincs olyan jól kitalálva, tehát sok ponton kaotikussá tud válni ez a dolog. Például, hogy valakik úgy jönnek be az országba, hogy nem regisztrálják őket. Mert vagy nem épült ki még regisztrációs pont, vagy nem reagált jól a civilek, mondjuk hamarabb elvitték az embereket onnan szállásra, mert jobban és gyorsabban reagálnak, mert kisebbek, rugalmasabbak, mint a nagyállami szervezet, de hogyha összefogtak volna valamilyen módon mondjuk a szeretetszolgálatokkal, akkor ez sokkal gördülékenyebben és hatékonyabban menne. Szerintem ez az organizmus működik, de sokkal jobban is működhetne, hogyha itt ezt a rengeteg felajánlást, kapacitást nem azt mondanánk, hogy hú, ez jó, ez meg nem jó, hanem látnánk, hogy ebből... De ez az állam részéről felelősségáthárítás, vagy mi? Hát igen, így könnyebb, igen, szerintem felelősségáthárítás, tehát hogy ez egy olyan feladat, amire azt gondolja az állam, hogy a legjobb módszer, hogyha ezzel nem ő foglalkozik. És, nem és büszke civilek, közben ez az állam azokra a civilekre és egyházi szeretetszolgálatokra, amelyek egyébként átvállalják a feladatát, vagy nem vállalják át a feladatát? Átvállalják, meg kénytelenek. De büszke arra, hogy ezek a szervezetek átvállalják, illetőleg a büszkeségen kívül finanszírozza is őket? Igen, igen, igen. Szerintem büszke, az állam szerint ez egy jó megoldás, finanszírozza is őket. Szerintem az a probléma, és szerintem az nagyon fontos, hogy én azt gondolom, hogy azt gondolja az állam, hogy jobban tudja irányítani is az egyházakat, hogy így mondjam, mint például azt a sok kis bolha civilt, amelyik ott ugrál. Jó, amit mondasz, az állam közben fenntartja ebben a szituációban a koordináló tevékenységét, vagy abból is átenged? Szerintem abból is átenged. Tehát, hogy igen, tehát szerintem ez a probléma, hogy például ebben a helyzetben nem lehet ennyi mindent átengedni. Majd megoldja a katasztrófavédelem, majd megoldja a készszervéti rendőrség, és megoldják az egyháza. A civilek meg hát idegesítően itt vannak, hát nem tudom, azzal nem kezdünk semmit.
Kb. Ez van most, szerintem. Köszönöm a rendelkezésre állást. Én is köszönöm. Bódis Krisztát hallottak. Őrzők, vigyázzatok a strázsán. Csillagszórok az éjszakák, Szent János bogarak a kertben. Emlékek elmúlt nyarakon Florence nyalás összekeverten. Búcsúztató őszi lidónak emlékei a hajnali párás díszkócos táncitermen. Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem hallhatnak soha. Őrzött elevenek és holtak, szívek távoli mosolya reátok néz, aggódva, árván. Őrzők, vigyázzatok a strázsán! Őrzők, vigyázzatok a strázsán! Az élet él, és élni akar. Nem azért adott annyi szépet, hogy átvádoljanak most rajta véres s ostoba feneséget. Oly szomorú embernek lenni, s szörnyűek az állathős igék, s a csillagszóló éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szépbeszőtt hitét. S akik még vagytok, őrzőn, árván, őrzők, vigyázzatok a strázsán. Halló! Jó reggelt! Jó reggelt, szervusz! Bruckner Gergellyel beszélgetek. Gazdasági újságíró? Mi a megszólítás? Gazdasági újságíró. Gazdasági újságíró, Bruckner Gergely. Bizonyos szempontból nehezített beszélgetésben lesz részünk, és ez, vagy részed, és ez menet közben ki fog derülni. Az az óriási számlagyár, amiről te írsz, és amiről ír a 444.hu is, ugye ez a két orgánum, amely alapvetően foglalkozik, vagy foglalkozott podcasttal és írással az elmúlt időben ebben a számlagyárral, plusz Hatházi Ákos, Hatházi Ákos, 444.hu, Telex. Az óriási számlagyár, amely miatt állami és neres cégeknél volt házkutatás, de ismert MSZP-s politikusok is belekeveredtek. Ezt a címet, ezt te adtad? Azt hiszem, hogy nem pont így adtam le, de ez egy komoly anyag volt, ez több főnök is elolvasta, konszenzusos volt. Ugye ennek a történetnek egy nagyon kis része van olyan, amit egyébként mindenki láthat, ez valójában az újságírók, a tényfeltáró újságírók számára egy igazi jéghegy. Jól beszélek? Igen, ez egy olyan ügy, amiről valóban nem mélységeibe kapott információt a közvélemény. Amikor ez a bizonyos rajtaütés volt, akkor volt azért így NAV videó, de hát a részleteket persze nem közölték, igen. Ugye akkor visszamegyünk 2021 júniusára, amikor országszerte elég sokan részesültek váratlan és kellemetlen korai ébresztésben, írja Bruckner Gergely, és amiről valamiféle tájékoztatást adott a Nemzeti Adó és Vámhivatal, légy szíves, ezt meséld el. Igen, tehát utólag derült ki számomra, hogy nagyjából már 2 éve ment a megfigyelés, a nyomozati munka, de valóban tavaly június 15-én volt egy olyan... Akkor itt álljon meg egy pillanatra. Te azt mondod, hogy 2 éve. Te mielőtt 2021. június 15-én ez az esemény meg lett volna, te már előtte tudtál ennek a számlagyárnak a létezéséről? Nem, egyáltalán nem. Az első hírek pont abból jöttek, hogy ugye ha 80 különböző helyszínen zajlik házkutatás vagy rajtaütés... Ezt a NAV tette közzé? Igen, ezt a NAV közzé tette. Én még akkor se tudtam, nem is figyeltem fel arra, mert hát ugye ez egy viszonylag visszatérő információ, hogy számlagyárokon vagy áfacsalókon ütnek rajta. Viszont elkezdett már, emlékszem, azon a nyáron egy olyan pletyka vagy híresztelés terjedni, hogy ez minden eddiginél nagyobb, ennek nagyon komoly érintettjei vannak, ráadásul az is viszonylag hamar eljutott hozzám, hogy hát ez azért különösen pikáns, mert olyan emberek vannak benne vezető pozícióban, mármint ebben a
mondjuk bűnszövetségben, akiket korábban már ismerhettünk más bűncselekményekből. Tehát úgy viszonylag hamar elkezdtek szállingózni a hírek. Emlékszem, semmilyen dokumentum vagy információ nem volt nálam, de azért már ebben a fázisban is kérdezgettem olyan cégeket, akikről hallottam, hogy... Én ezt értem, de ez már a jéghegynek az a része, amiről én külön akarlak téged kérdezni, mert ugyan nem fogod az informátoraidat felfedni, ahogyan én se. De az, hogy itt egyébként van a jéghegynek egy látható része, amiről egyébként a NAV beszél, és ez egyébként dolga is. És utána elkezdődnek különböző információcserék, na ez egy olyan átláthatatlan szféra, aminek semmilyen jelentősége nem lenne, hogyha egyébként a dolgozatokban ez nem jelenne meg. És akkor egyszerűen beszélek. Ma ez viszonylag könnyen megy. Nekem kíváncsi vagyok, hogy holnapra átmentem ezt a formámat. A következőt kérdezem tőled, Brückner. Nem muszáj rá válaszolnod, de felhívhatod az ügyvédedet. A kérdés az, te vagy bárki más, beleértve engem, kapsz valamilyen anyagot, amit valaki kiszivárogtat. Hogy ezt miért teszi, ki tudja. Ez valamilyen kiindulási pontot ad számodra arra, vagy tesz lehetővé, hogy olyan kutatást végezzél, amit egyébként más nem tud végezni, és amely egyébként a NAV-nak már nem feltétlen tartozik az érdekkörébe. Erre te is, a 444.hu is hivatkozik, és miután könnyen lehetséges, hogy ebbe a körbe én is beletartozom, de én eddig nem publikáltam semmit sem, azt nézem, hogy ti, mármint úgy ti, hogy te, Telex, és ők, Ács Dániel, a 444.hu a rendelkezésükre bocsájtott anyaggal mit kezdenek. Ennek azért van központi jelentősége, mert nem arról van szó, hogy valaki egyébként kiássa Tróját, hanem kap különböző iratokat, és abból elindul, beleértve, hogy ezek az iratok mire adnak lehetőséget, és mire nem, miközben volna elvárás velük szemben, de itt most egyel tovább mentem annál, mint ami egyébként jól áll nekem, és oda még eljutunk. Ez hogyan van? Maximálisan nem így. Tehát ugye az történt, hogy ahogy említettem, hogy tavaly nyáron már volt hír erről a dologról, én akkor elkezdtem ezzel dolgozni. Ugye ami a nyilvánosság előtt, vagy a Telex hasábjain látható ebből, az nem nagyon sok, olyasmi látható, hogy amikor például Hatházi Ákos kérdéssel fordult Polc Péterhez, akkor nekem már ugye volt hozzáadott értékem, el tudtam helyezni, hogy milyen ügyről van szó korábban, mint hogy ezek a részletes és már valóban dokumentumokra hivatkozó cikkek is megjelentek volna. Illetve hát, amit én látok a gépemen, az ugye az, hogy mielőtt bármilyen dokumentumot láttam volna, én már az érintett cégeket, illetve a NAV-ot kérdezgettem erről az ügyről, volt is kialakult egy olyan dialógus, amiben egyszerre voltak nagyon segítőkészek a NAV munkatársai, ameddig elmehettek, de ugye semmilyen dokumentumot, vagy semmilyen tulajdonnevet ezek a válaszok nem tartalmaztak. Tehát az én részemről ez nem úgy nézett ki, hogy egyszer csak kaptam egy dossziét, ilyen is van, azzal is lehet amúgy foglalkozni, nyilván az újságírói etika betartásával, forrás ellenőrzés, megkérdezni az érintetteket. Tehát ugye van egy csomó feltétele annak, hogy mondjuk egy névtelenül megérkező dossziéval mit tud tenni az újságíró. Itt az én esetemben, nem beszéltem egyébként a 444-esekkel, nem tudom, hogy náluk ez hogy volt, de ugye az volt, hogy én már többekkel beszéltem, és hát próbáltam nyilván dokumentumokhoz is jutni, vagy valamit látva, leírva, mert azért az sokat erősít egy történeten, ha egyszer látom azt, hogy tényleg amikről beszélgetek a különböző emberekkel, az megtörtént, és hát így aztán eljutottam valóban olyan helyzetbe, hogy bizonyos anyagokat megkaptam, de ugye ez nem úgy nézett, hogy valaki bekopogtatott hozzám, hogy van egy dosszié, hanem én végig egy aktív melóban voltam ezzel, és hát jó, de ezt az aktív melót, ezt többé-kevésbé érzékeltetni kellene, mert hiszen annak idején a tavalyi júniusi házkutatásoknál megemlítenek különböző szervezeteket. Megemlítik a 4IG-t, megemlítik az Andrena Hungáriát, megemlítik az Airport Facility-t, megemlítik a T-Systems-et, de ezek ugye olyan szervezetek, amelyeknél, és itt tulajdonképpen át kéne, hogy vegyed az én szerepemet, mert ugye az a helyzet, hogy te őket felhívod és megkérdezed, hogy tényleg volt-e náluk
házkutatás, és ez mire vonatkozott, de hogyha az ember elolvassa a te tanulmányodat, beleértve elolvassa 444.hu írásait, akkor azt tapasztalja, hogy ezek a cégek a kezdeti relatív nyitottság után abszolút zártságot mutattak, és ez egyébként a cikkeknek az információ tartalmán is tapasztalható, lemérhető. Igen, tehát ugye az nem volt benne semmilyen nyilvános közleményben, hogy milyen cégeknél volt házkutatás. Ez az ügy, ez elment egy olyan irányba, hogy vélhetően, én erről egyébként semmilyen dokumentumot nem láttam, tehát vélhetően ezzel az üggyel összefüggésben eljutottak szocialista politikusokhoz. Ugye itt inkább várj egy pillanatra, akkor azt kérdezem tőled, az, hogy hol volt házkutatás, azt honnan tudta meg az újságíró? Mármint, hogy én honnan tudtam? Te vagy a 444.hu, ja, vagy bárki más. Én csak magamról tudok beszélni, tehát én erről például, akiket le tudtam írni, vagy akiket nem tudom, hogy pontosan hol volt házkutatás, de nem láttam olyan listát, hogy ez a 80 helyszín volt, de ugye azokról, akiket le tudtam írni, azokról meg tudtam győződni, vagy háttérbeszélgetés, vagy dokumentum alapján. Nekem konkrétan olyan, nem tudom, felsorolásom nem volt, hogy ezen a 80 helyszínen volt házkutatás, viszont ahol akiket, tehát mindig az az érdekes egy ilyennél, hogy nekem valamiről van információm, de soha nem tudom azt, hogy miről nincs információm. Tehát, hogyha én mondjuk 15 cégről megtudom, hogy ott volt házkutatás, akkor azt nem mondhatom, hogy én tudom, hogy melyik 15 cégnél volt, azt tudom, hogy 15 cégről tudom, de lehet, hogy volt másik 15, amelyikről nem tudom. Tehát nekem ez egy... Ezt is értem, de ez kicsit olyan, mint a torpedó. Akkor, amikor te azt mondod, hogy D3, akkor ott vagy van valami, vagy nincs, és hogy a D3 és az F9-en egyébként mi van, az a torpedó esetében azért valószínűsíthető, mert ez egy korlátozott mező, de ez egy szinte korlátlan mező, tehát hogy az ember akár egyetlen olyan cégre is találjon, amely cégtől aztán elrugaszkodva megpróbál más cégeket megkeresni, mondván, hogy rokon tevékenységet folytatnak, ahhoz legalább az elsőhöz el kell jutni. Hogyan jut el az ember az elsőhöz? Igen, igen. Én amennyire emlékszem, tehát ugye ami nyilvánosan először erről én, és akkor írtam először, dokumentumot láttam, az ugye az volt, amikor a Hatházi Ákos cégeket megnevezve kérdezte Polt Pétert, ha jól emlékszem, a CISIT, a T-Systems, a 4IG, tehát ezek a cégnevek valóban szerepeltek a kérdésben. Én egyébként ezekben a bizonyos városi pletykákban, híresztelésekben ugye pont azt hallottam, hogy ezek a cégek ezek érintettek, tehát olyat nem csináltam, hogy nem tudom, random elkezdtem informatikai cégeket dolgatni, hogy jártak-e nálatok, hanem hát azokról tudtam írni, akikről hát különböző módon meg tudtam győződni, hogy ott volt házkutatás, és van valamilyen érintettség. Természetesen azért nagyon óvatosan kellett fogalmaznom, mert de egyrészt az ártatlanság vélelme az ilyenkor is jogos, tehát attól, mert valahol adóvizsgálat van, vagy jártak akár ilyen kommandószerű, ugye ez a Merkur bevetési csoport, attól még azt nem mondhatom, hogy ők feltétlenül részesei voltak egy számlagyár működtetésének, próbáltam mindig nagyon pontosan fogalmazni. Mi volt az, amit a NAV számodra lehetővé tett, illetőleg az érdeklődő újságírók számára, milyen mélységig adott tájékoztatást arról, hogy itt most mi folyik? Elég korlátozott módon, tehát ugye azt hamar megerősítették, hogy van ilyen ügy, ugye amit ilyenkor viszonylag általánosan meg szoktak tudni erősíteni, hogy elkövetési érték, hány ember van korlátozó intézkedés alatt. Ha jól emlékszem, akkor most azt nem is tudom, hogy én már rákérdeztem keresztnevekre, vagy azt esetleg válaszból ismerem, illetve még olyanban tudtak segíteni a NAV-os kollégák, hogy amikor én leírtam, hogy például milyen üggyel foglalkozom, és ha jól emlékszem, akkor valamilyen ilyen távközlési bejelentés kapcsán is egyszer rákérdeztem a győri NAV-nál, hogy ezzel az üggyel összefüggésben van, jól tudom-e, hogy ezekkel a cégekkel, akkor erre például kaptam megerősítést. Olyat soha nem kaptam, hogy konkrétan ez és ez a cégvezető is gyanúsított, vagy ennél a társaságnál
tehát ők nem írtak le úgy tulajdonnevet, hogy ennél a társaságnál volt házkutatás. Ha én rákérdeztem, hogy összefüggésben van-e, jól tudom, hogy összefüggésben van-e ezzel a körrel, vagy ezzel a szektorral, tehát ilyenekre kaptam. Oké, okay. Azért... azt áruld el nekem, hogy téged ilyenkor az orrod vezete? A szónak hát, abban az értelmében, hogy szagot fogsz. Szagot fogok, de kicsit lassan fogtam szagot. Tehát azért mondom ezt így, mert amikor én erről először hallottam tavaly nyáron, akkor nekem sajnos, hogy ez már egy rossz beidegződés, egy kicsit olyan valószerűtlennek tűnt, hogy hát tényleg ilyen szinten, és akkor miért nincs híre, tehát hogy vagy kimentik őket. Mitől vagy, változott a szaglásod? Egyre többen beszéltek róla, tehát ugye ez a azt láttam, hogy ez a dolog, ez érzékeny. Ha bárhol megemlítettem informatikai vezetőknél, nagyon sokakkal beszéltem korábban, akkor úgy tűnt, hogy erről tudnak, ez van. Mélységi információt nem nagyon tudtak adni a szektor képviselői, tehát nem az volt, hogy akkor pontosan tudta volna valaki, hogy azt, hogy ki van előzetesben, mert elég hosszan előzetesben volt ugye az egyik legismertebb szereplő. Többen voltak. Igen, egy valaki volt a legtovább, mondjuk ketten voltak eléggé sokáig. A másik szeméről viszonylag kevés szó is esik, de jó, oké, rendben van. Tehát nem tagadom, én magam is a relatíve tájékozottabbak közé tartozom, de ennek itt most legfeljebb annyiban van szerepe, hogy a veled való beszélgetés talán könnyebben megy. De azt áruld el nekem, hogy ugye az egy nagyon spéci puzzle, amikor te megkapsz egy 1500-as puzzle-t, azért az nem kicsi, ha 3000-es az még nagyobb, és hiányzik a fedőborító. Magyarul fogalmad nincs, hogy mi van a képen, de van 3000, vagy ha tetszik 1500 kis izét. Követhető vagyok, ugye? Igen. Az, hogy ebből milyen kép fog valószínűleg kirajzolódni, arra mikor, milyen körülmények között jöttél rá, és mi rajzolódott ki? Begyorsultak az események, már előbb szóba hoztam azt, amiről én az égvilágon semmit nem tudtam. Nem rosszul mondtam, mert valójában tehát szövegben hallottam arról is valamit, hogy lehetnek fővárosi politikusi érintettjei is az ügynek, de erről én semmilyen papírt nem láttam, meg én nem ezekről beszélgettem. Nekem ott volt egy ilyen begyorsuló érzésem a dologgal, hogy úgy tűnt, hogy ennek a nagyon-nagyon összetett ügynek, ahol nagyon sokan kapcsolatba kerültek ezzel a fiktív számlákat gyártó hálózattal, minthogyha egyfajta szelekcióval pont a választások előtt ugye egy olyan ág lenne hangosabb. Türelem. Az, hogy ez egy fiktív számlagyár, az mikor vált számodra nyilvánvalóvá? Vagy az már az első pillanatban az volt? Hát az első pillanattól, az ugye a NAV közleményből is kiderült, ott volt elkövetési érték, költségvetési csalás. Tehát az, hogy ez egy számlagyár dolog, és hogy egy soha nem látott mértékű, vagy legalábbis az eddig látott számlagyárakhoz képest is egy kimagasló. Mondjál adatokat, légy szíves. Hát ugye, amit én ugye először hallottam, ez a több 10 milliárdos, aztán megjelent egy kisebb elkövetési érték, emlékszem, hogy egy ilyen 4 milliárd körüli, de azért egy kicsit összetett ez a dolog, mert itt azért többféle adó nem van, tehát általában a NAV az a forgalmi adó értékről szokott összeget mondani, hát ugye itt sok típusú bűncselekmény van, mert ugye ha csökkentik a számlákkal a nyereséget, akkor a nyereségadóban is hiány keletkezik, és egy másik típusú bűncselekmény, amit nehéz rögtön persze látni, hogy mire használták a fekete pénzeket, tehát hogy volt-e annak korrupciós mechanizmusa, vagy a béreknél, tehát hogyha valaki mondjuk feketén fizette. Egyrészt ugye arról szól a történet tudtommal, hogy áfát csaltak, másfelől pedig arra, hogy pénzeket csorgattak vissza. Ez a két fő eleme van. Igen. Azt kérdezem tőled, hogy az, hogy ez alapvetően informatikai vagy takarító cégeket konkrétan érint, és hogy ezeknek egyébként az összetétele milyen, ez a vizsgálódás mely fázisában lett körülbelül tiszta? A takarítást azt nem nagyon hallottam, ugye annak annyiban kevésbé van jelentősége, hogy az inkább a számlagyár oldalán, igen, lényeges, tehát a felhasználói oldalon ezek a nagy informatikai projekthez közeli cégek merültek föl.
Tehát én, ha most pontosan vissza akarok emlékezni, akkor ugye magát ezt a NAV közleményt kevésbé, tehát ezt utólag, amikor már rákerestem, hogy ismerem azt, hogy van ilyen történet, tehát az első ilyen háttérbeszélgetéseknél, vagy amikor valaki szóba hozta, hogy tudtad-e, hogy bent van, tudtad-e, hogy milyen ügyben van benne, nem tudom, tehát akkor már az informatikai szektort azt hallottam, meg hát konkrét cégek is, aztán viszonylag két hamar. Két emberről van szó, pontosabban mondva háromról, de a harmadikról például egyáltalán nem beszélnek. Tehát ugye nagyon sok gyanúsított lehet, vagy nagyon sok gyanúsított van, itt pontos számot nem tudok mondani, de még a kezdeti fázisban is már a kezdeti fázis, ugye tudom, a 2010-ben van, amikor előzetes letartóztatásban van, és a börtönudvaron sétálnak hárman, amiből kettőről lehet tudni, pontosabban mondva egyről, a másikról már kevésbé, a harmadik szeméről pedig egyáltalán nem. Azt te meg tudod-e nekem mondani, hogy akik egyébként erről a történetről írnak, és nagy valószínűséggel ugyanazon információkkal rendelkeznek, mint én, vagy még több információval rendelkeznek, mint én, azok milyen alapon válogatnak a rendelkezésükre álló információkból? Én azt gondolom, hogy itt az újságíró egy kicsit együtt halad a NAV-val. Tehát az, hogyha három ember sétál 2010-ben egy börtön. De te is úgy tudod, hogy három emberről van szó. Azt hiszem, hogy ez így van, amit most azért hebegek, habogok, mert itt egy kicsit kevésbé vannak konkrét információk. Tehát az ebből a háromból kettő, ugye ők voltak sokáig benn, ugye az informatikus, illetve az ügyész, ők voltak sokáig előzetesben, abszolút vezető szerepük, volt ügyész, abszolút vezető szerepük látszik ebben a... Ők hierarchiában is voltak egymással. Igen, ebben a rendszerben, és valóban én is azt hallottam, csak semmilyen szinten nem láttam olyan anyagot, vagy olyan, hogy akár hogy meghallgatták volna, akár meggyanúsították volna, egyáltalán a vizsgálat fókuszába került, hogy volt valóban egy szintén ismert üzletember, akit emlegetnek, vagy nem is tudom, ez a baj, tehát én tényleg nem láttam róla anyagot, de valóban hallottam én is arról, hogy még valaki ebben a bizonyos, ha 2010 márciusában járunk, tehát hogy ebben az időszakban előzetes letartóztatásban volt, és így hát kapcsolatba kerülhetett ezzel a csapattal. Azt áruld el nekem, hogy amikor te végül is ecsettel, hiszen az a legfinomabb eszköz már az ásó után, elkezdett kiásni Tróját, akkor valójában mi zajlik? Hát ez összetett, és olyan szempontból nagyon... Tehát elkezdett szorítani az idő. Én szerettem volna mindenképpen ezzel foglalkozni, és a lehető legkörültekintőbben eljárni, minél mélyebb ismereteket szerezni, minél több emberrel beszélni, tervezek is folytatást, tehát például az ilyen soft információkat, a háttérbeszélgetéseket. De Gergő, akkor kérdezhetem más oldalról, mire jöttél rá? Hát ugye arra jöttem rá, hogy van egy rendkívül kiterjedt, nagyon sok mindent átszövő olyan családmechanizmus, ahol ami első körben látszik, az ugye ez a bizonyos adócsalás, tehát hogy számlagyárakat használt egy csomó cég, vagy hát legalábbis ugye a számlagyár oldala az már elég erősen fel van tárva, kevés alkalmazott fiktív cégek, mozog a pénz, ennek valami család célja van, és akkor ugye onnan a másik oldal meg az volt, vajon miért? És ugye ebből én sokkal kevesebbet tudok, inkább csak azok a feltételezések lehetnek meg, hogy anyagi előnyből, dolgozók fizetése, korrupcióra felszabadított fekete kosztát, tehát hogy miért használ valaki számlagyárat, és akkor engem az kezdett el érdekelni, hogy milyen cégek körül vizsgálódik a NAV, hol de juthat. De konkrétan el, semmilyen rossz, épületet eddig senki nem tudott kiásni. Tehát ezek egyelőre mind sejtetések, beleértve, hogy azok a személyek, akik meglettek nevezve, azokról sincs bizonyíték, azt lehet tudni, hogy a hatóság miképpen járt el az elmúlt időben. Hát tehát folyamatban levő ügyek, tehát olyan szempontból abba egyetértek, hogy nincsen elmarasztaló bírósági ítélet, ugye rengeteg
bizonyíték. De nem csak a bíróságítélet nincsen, hát azért maradjunk abban, hogy az investigatív újságírás adott esetben a bíróságítélettől függetlenül, vagy annál hamarabb tud eredményeket elérni, ha el tud érni. Ennél az esetnél, mint ahogy a többi esetnél is általában, ez nem sikerült. Magyarul a sejtetéseken túl ez a történet jelenleg nem tudott mást felmutatni, hozzátéve, hogy miközben egyfolytában, elsősorban Hadházi Ákos, illetőleg részint a 444.hu részint tette, talán te a legkevésbé, egyfolytában mutogatnak a NER irányába. A NER irányába való mutogatáson kívül az ég egyet a világán nem történik semmi, miközben egyébként jelenleg ellenzékinek mondott politikusokkal szemben olyan eljárásokat foganatosítottak, amilyen eljárásokat az egyébként mutogatott cégek embereivel kapcsolatban nem tettek meg. És ezzel kapcsolatban információk sem jelentek meg. Nem disszonáns-e ez? Nem, abszolút nem. Tehát szerintem teljesen tiszta az, hogy mik a tényfeltáró újságírás határai. Ha mindig megvárnánk a bírósági ítéletet, azzal, hogy bármiről mondjuk leírjunk egy zavart, vagy egy diszonáns hangot, akkor ugye nem lennénk egyebek, mint bírósági tudósítók, tehát természetesen a tényfeltáró újságírás párhuzamosan, vagy akár megelőzve zajlik egy eljárással. De a másik oldalról van egy olyan korlát is, hogy hát mi nem vagyunk ügyészek, tehát mi nem... Jó, csak azt kérdezem, hogy mennyiben investigatív újságírás az, amikor te azt írod, mindenről a CIS IT szerepéről, a kenőpénzekről kicsit később, előbb lássuk, hogy a Telex birtokába jutott nyomozatiratok szerint hogyan működött maga a számlagyár. Itt tehát semmi másról nincsen szó, mint hogy valamilyen módon különböző nyomozati anyagok eljutottak hozzád, ami egyébként képtelenség, akkor is, hogyha egyébként hozzám is eljutottak, vagy nem jutottak el, de onnantól kezdve az nem investigatív újságírás, az onnantól kezdve hasonló tevékenység, mint amit a NAV folytat, csak te éppen egy párhuzamos NAV vagy. Igen, tehát ugye itt több dolog is fontos szerintem. Egyrészt valószínűleg semmi olyan állítást nem tettem, hogy én valami borzasztó büszke lennék, ha nem tudom mekkora tényfeltáró teljesítményemre, de azért hozzá kell tennem, hogyha valaki ezt a cikket elolvassa, akkor ez megpróbál kontextusba helyezni, ez régebbi analógiákat hoz, megpróbálja értelmezni ennek a működését. Ez így nincs leírva, nem befotóztam, nem tudom, dokumentumokat is lehoztam, hanem... Szemben a 444.hu-val, ami ezt megtette. Én körülbelül 3 vagy 4 hónapot dolgoztam ezen korábban, mindenféle dokumentum nélkül, próbáltam megérteni, hogy mi történt, milyen működés volt, egyáltalán igaz-e, a leginkább nekem egyébként ahhoz kellett, hogy lássak valamit a saját szememmel, hogy tudjam, hogy ez van. Tehát most túl azon, hogy mindenki beszél róla, de amíg nem látok egy olyan fizikai papírt, ami arról szól, hogy nem tudom, valakit meggyanúsítottak, valahol házkutatás történne, addig ugye azért minden sokkal lebegőbb, mert mi van, ha... De ez nagyon fontos, amit mondasz. Azt áruld el nekem, miért van szükség investigatív újságírásra, a szó szoros, vagy a szó kvázi értelmében, utóbbinak nem sok értelme van, de közben ilyen létezik. Miközben egyébként folyik a vizsgálat, valójában arról szól a te, vagy a 444.hu, vagy adott esetben az én tevékenységem, de engem hagyjon ki, hogy egyébként ti, vagy te azt feltételezed, hogy az adónyomozók lassan dolgoznak, vagy azt feltételezed, hogy az adónyomozóknak csak bizonyos szálakat érdemes felszálazni, és bizonyos szálakat nem, vagy azok majd csak a választások után lesznek nyilvánvalóak. Mi szükség van itt a párhuzamosságra, amikor a győri nyomozókat mindenki dicséri, hogy milyen fantasztikus teljesítményt folytattak és folytatnak? Hát mi szükség van a sajtóra? Mi szükség van arra, hogy a Völner ügyben, amikor zajlik nyomozás, megtudja a közvélemény, hogy egy államtitkár milyen mechanizmusokban volt benne? Hát szerintem teljesen evidens, hogyha én most semmivel nem akarok senkit megvádolni, nincs olyan rálátásom, hogy mennyire, nem tudom, halnak el szálak, vagy mennyire szelektív a nyomozás. Amit én, mint kicsit az ügyet már jobban ismerő láttam, az ugye az, hogy az egyik politikai oldal bizonyos képviselői vélhetően, erről most nem azért fogalmazok így, mert óvatosan szeretnék fogalmazni, hanem mert nekem nincsen dokumentumom vagy információm, tehát vélhetően az ügy egyik fő gyanúsítottjának a vallomása alapján ugye házkutatások zajlottak, rajtaütések egy bizonyos politikai oldal politikusainál megalapozottan vagy nem megalapozottan,
nem tudom, hát én nyilván az ügyészség ezzel kapcsolatos közleményei cikáran idéztem, mert ebben nincs hozzáadott értéke. Oké, én ezt értem, de vajon miért hiányzik a másik oldal? Tehát miközben én nem tudom, én ugye csak befejezve a gondolatot, tehát a tényfeltáró újságírásnak itt szerintem például abban van szerepe, hogy big picture-rel, egyfajta rálátással megmutassuk, hogy azért ez egy nagyobb ügy, itt nem arról van szó, hogy volt egy zuglói, volt vagy nem volt egy zuglói parkolási mutyi, hanem itt egy olyan hálózatot működtettek nem túl képzett emberek, amely folyamatosan csorgatott vissza mindenféle vállalkozáshoz vélhetően pénzeket, és ezeket nem csak mondjuk a egyik politikai térféle hasznosíthatták, hanem állami. Jó, ebben neked igazad van, de ugye az egyik oldalon vannak konkrét személyek, a másik oldalon nincsenek, mindenki tagad, és mindenhol ott van a feltételes mód. Mit tud ezzel kezdeni valaki, aki érdeklődést mutat, de ugyanakkor olyan mértékben nem ismeri a történetet, mint te? Hát itt vannak információk, most az, hogy nem azt látjuk tehát a büntető ügyeknek a sajtó kezelése az ugye egy fokozott érzékenységet kíván, monogramokat használunk, amíg nincs bizonyítva valami, addig nagyon óvatosan nevezünk meg, de bárkit, tehát itt a lugos orvost, vagy itt nem pusztán arról van szó, hogy itt politikai érzékenységről van, hanem általában ugye a büntető ügyekről. De azt nem lehet mondani, hogy ezekből az anyagokból ne derülnének ki tulajdonnevek, például ugye cégek, ki milyen mértékben fogadott. Jó, de az egyik helyen V. Gergely van, a másik helyen Varga Gergely van. Ezeket tekintsem az orgánumok közötti különbségnek, miközben az orgánumok között ilyen különbség nem lehetne? Hát én konzultálok mindig a jogászunkkal, de amikor ilyen helyzet van, és tételezzem fel, hogy a 444-nek nem telik jogászra? Hát nem, arról van szó, most én más helyet, hogy ki hogyan döntött arról, hogy mennyire közszereplő, mennyire megnevezhető azáltal, hogy korábban egy bűncselekmény révén már ismerté vált a neve. Én azt tudom, hogy amikor én az eredeti cikkemet írtam, akkor én elzsoltoztam és végergelyeztem, és amikor a megjelenésig eljutottunk ugye az említett nagyon nagy nyilvánosságot kapó szocialista vonatkozású ügyek, illetve hát amikor konkrétan a 444 is már elkezdte ezt az ügyet pedzegetni, amikor az első nagyon mély cikkük kijött, akkor ahhoz képest mondjuk egy órával vagy két órával már mi is élesítettük, hiszen nekem azért már elég régóta volt egy anyagom, tehát nyilván nem arról azt felhasználva írtam, hanem akkor úgy éreztem, hogy hiába van itt ugye a mindent elbeárnyékoló vagy elsöprő orosz-ukrán helyzet, mégis valahogyan ezt a dolgot már ki kell lőni, mert nem lehet rajta ülni tovább, tehát de mindesetre mi addigra már látta jogász, látta szerkesztő, látta főszerkesztő, mi ezt választottuk, nem tudom megítélni, hogy mi választottuk-e helyesen a nevek használatát, vagy túl óvatosak voltunk, nem tudom, én most ezt hallottam. A zuglói parkolási történet egy központi akarat következtében lett világosabb a többinél, ugye? Nem tudom. Én a zuglói ügyről semmit nem tudok. Félértesz, az, hogy egyébként azok a személyek jelentek meg, akik megjelentek, az az ügyészség tevékenységének a következménye, ennek következtében teljesen nyilvánvaló, hogy az egy állami akarat, hogy ott egyébként azokra a személyekre, akár alappal, akár alap nélkül reflektorfény vetüljön. Ugye nem jelentette be senki, hogy ez a két ügy ez kapcsolódik, hát a Hadházi Ákos természetesen írt erről. Nekem is azért kapcsolódik ez annyira össze az agyamba, mert azt ugye tudom, hogy ez a bizonyos zuglói parkolást üzemeltető cég, a SIS Parking, az érintett ebben a számlagyáros ügyben, sőt az érintetten túl inkább úgy fogalmaznék, hogy viszonylag központi szereplő. A SIS IT ügynek nevezzük az ügyet, akkor a SIS IT és a SIS Parking között erős tulajdonosi meg személyi összefonódás van. Tehát ugye nekem rögtön az jutott eszembe, hogy vélhetően, és az talán a Magyar Nemzetben ki is derült, hogy itt a Fuzik Zsolt valhatott, vagy valami vádalkú, ezt most őszintén ezt pontosan nem tudom, mert ugye a többiek anyagait annyira részleteiben nem ismerem, mint a sajátomat, de tehát nem hiszem, hogy ugye az elhangzott volna bármilyen hivatalos közlésbe, hogy akkor ez ennek az ügynek egy
mert főleg nem egy szelektív, de hogy ez ennek az ügynek egy folyamánya, bennem azon összekapcsolódott, ugye a konkrét cégnél miatt, és hát amit meg nem lehetett kihagyni mondjuk az én cikkemből azt, mert ugye ez a nyilvánosság számára az egyik legismertebb része a történetnek, de én ugye nem ezt hangsúlyoztam, itt csak átvettem a megjelent közlésekből az információkat, ennek nem voltak hozzáadott értékei. Jó, egy másodperc szülem, aztán békén foglak hagyni, ugye itt azért egy piramisról van szó, amelynek Fuzik Zsolt nem az első embere, vagy Ev Zsolt nem az első embere, hanem van itt egy csepeli ember, akinek három neve is van, úgy, mint Tamás Gáspár Miklós, csak itt benőtt nem Tamás Gáspár Miklósnak hívják róla, az íg egyadta a világán nem tudunk semmit, leszámítva azt, hogy gazdag és csepeli. Ha én netán véletlenül többet tudnék, akkor nekem sem biztos, hogy állna jól, vagy jól állna, ha többet mondanék el. Tehát van egy écezgéber, aztán van egy kvázi végrehajtó, ő lenne Ev Zsolt, és lennének neki társai, mint amilyen társa például adott esetben valamilyen Ernő, és adott esetben valamilyen Gergely. Ev Zsoltot valahogy ráveszik arra, hogy adjon egy feltáró vallomást, majd ezt a feltáró vallomást különböző sajtóorgánumoknak elküldik, elsősorban úgy tűnik, hogy kormánypárti sajtóorgánumoknak, amelyek ebből kiszálazzák mindazt, ami egyébként a jelenlegi ellenzékre nézve negatív, majd az ellenzékhez eljuttatott anyagból, vagy ugyanebből az Ev Zsolttól származó anyagból az ellenzéki sajtóorgánumok megpróbálják kihámozni azt, hogy vajon ki mindenkire vonatkozhat ez a történet, ami nem az ellenzék oldalára való. Gyakorlatilag mindenki ugyanabból az anyagból dolgozik, gyakorlatilag a fél magyar sajtó ezen dolgozik, csak ellentétes érdekből. Abszolút nem így van. Én nem láttam például Ev Zsolt vallomását, és most nyilván a források megnevezése nélkül én ahogyan én tájékozódni tudtam, nem hiszem, hogy van még valaki a magyar sajtóban, aki ebből a vonalból kapta, vagy kapott volna információt. Ez egy teljesen személyes, és mondom, egyáltalán nem teljes körű anyag, vagy ilyesmi, hanem bizonyos dokumentumokat láttam. Nem az volt, hogy kaptam egy névtelen levélbe egy olyan csomagot, amit megkapott még 10 másik sajtótermék, tehát tényleg nem tudom, hogy konkrétan ki hogyan jutott anyaghoz, de az, hogy abban teljesen biztos vagyok, hogy nem ugyanabból, vagy nem ugyanúgy dolgozunk. A leírással ne legyél benne biztos. Hát, én biztos vagyok benne, csak tehát én tudom, hogy én mit és hogyan láttam, azt és úgy biztos, hogy más nem látta. De mondom, ez az egész biztos. Igen. Én ezt tökéletesen tudom, de mondom, én nem is láttam ezeket, amiből a Magyar Nemzet dolgozik, tehát már csak azért is tudom, hogy ha tetszik, akkor én kevesebbet kaptam, vagy mást kaptam, mert amiből mások dolgoznak, tehát ez a bizonyos, ha volt ilyen, nagyon úgy tűnik, hogy volt, hogy a Ev Zsolt tett egy ilyen másokat bemártó vallomást, abból én semmit nem láttam. Tehát de mégis azt előztette meg a kormánypárti sajtó? Igen, csak azért mondom, hogy nem ugyanabból dolgozunk, tehát nem azzal, hogy ugyanazt a szöveget látjuk, és mindenki kimazsolázza a neki kedves gondolatokat. Én is láttam ezt azt, és ezt próbáltam objektíven feldolgozni, abban semmi nem volt semmilyen végfelhasználóról vagy politikusról, tehát nem azért használtam azt, amit én használtam, mert valamilyen politikai szándék mentén kiválogattam, hanem úgy használtam, amennyire abból következtetéseket. Igen, lehet, de Hadházi Ákos, aki permanensen napirenden tartja ezt, azt mondja, biztos vagyok abban, hogy az adatokból még rengeteg részlet ki fog derülni, de konkrétum nincsen. Tehát amíg vannak megnevezett személyek az egyik oldalon, a másik oldalon az van, Hadházi Ákos a NAV jelentés alapján új az ügy résztvevői többek között a 4iG és az Antenna Hungária is, de ennél többet nem tud. Ezek megmaradnak a sejtetések szintjén, míg a másik oldalon konkrét nevek vannak, kétségtelen tény, hogy szövegösszefüggésből hozzák ki ezeket a konkrét neveket, és hozzák összefüggésbe a történettel, de áldozatok egyelőre az ellenzék oldaláról vannak, miközben mindenki azt sejteti, hogy a szálak magasra nyúlnak, a Fideszt is érintik, vagy Fidesz közeli üzletembereket, de arról alig hallani, vagy a konkrétumok száma sokkal kevesebb. Hát gondolom, hogyha többet tudnánk, vagy többet tudnánk bizonyítani, akkor többet írnánk, vagy nem tudom, mi a
felvetésed ezzel kapcsolatban. Ez nem volt felvetés, ez egy tényközlés volt, az egyikben van egy wishful thinking, a másik esetben pedig vannak konkrét esetek. Hát ha most a konkrét esetet és a wishful thinkinget azt különbözteti meg, hogy magánszemély nevek, vagy letartóztatások, vagy ilyesmit, vagy előzetes behelyezések történnek, akkor van különbözőség. Természetesen a wishful thinking az annyiban nem wishful thinking csak, hogy nem az van, hogy örülne az egyik, a kritikus újságírók örülnének, ha ebben lennének, nem tudom, állami cégek érintve, hanem ugye arról is vannak számok, házkutatási időpontok, befogadott számláknak a végösszege, tehát ott is vannak tények, de valóban azt kevésbé látni, vagy arról kevésbé volt információ, hogy ezeknek a cégeknek a munkatársai előzetesben lennének, vagy meg lennének gyanúsítva. Attól még lehet, hogy vannak ilyen gyanúsítottak, tehát én nekem nincs olyan listám, hogy kik a gyanúsítottak, vagy kik vannak a NAV fókuszába, tehát nem, ezeket nem tudom kizárni, csak valóban abban teljesen egyetértek, hogy itt a választási finisben a politikai oldal közül kell válogatni, hogy hát kit érintett jobban ez az ügy, akkor ugye az látszott, hogy konkrét szocialista politikusok kerültek a hírekbe, hogy ez innentől, hogyha így indul egy ügy a nagy nyilvánosság számára, akkor már ugye eleve ezekkel a nevekkel azonosítjuk, ha később akár mások is előkerülnek, akkor ez már egy ilyen HR-t kap, ellentétben mondjuk a Schadl-Völner ügyel, ahol ugye nyilván sokkal erősebben a Fidesz érintettségével rögzült a közvélemény előtt, tehát ezekkel én egyetértek. Azt mondom, azt én nem tudom megállapítani, hogy meddig fog ez eljutni. Oké, azt kérdezem tőled itt már a vége felé haladva, állítólag a marhát nagyon sokáig kell főzni, hogy megpuhuljon. Ez a történet azért most már elég régóta van főzve. Benne azok az emberek, akiket te megkeresel, vagy azok a cégek, akit megkeresel, puhább ellenállást mutatnak, vagy keményebbet? Hát nem többször kerestem meg őket, tehát ugye olyan volt, hogy mondjuk a korábbi megkereséshez visszakérdeztem nem olyan rég, hogy akkor jól értettem-e, fennmaradt-e ez a statementetek vagy véleményetek ezzel az ügyet, az ilyen kört futottam. Hát ugye nekem azért egy kicsit nehéz erre rövid vagy határozott választ adni, mert ugye van a hivatalos közlés, az mindig egy ilyen teljesen tagadó, elzárkózó, nem tagadó, azt nem akarom mondani, inkább az, hogy hát együttműködünk a NAV-val, egy évben sokféle adóvizsgálat van nálunk, részleteket nem tudunk adni az ügy érzékenységére való tekintete, ilyesmik jönnek ugye hivatalosan. És akkor ugye van egy másik, amiben nyilván már sokkal többet számít a személyes kapcsolatrendszer, amikor olyan emberrel tudok leülni, akinek erre azért valamennyire volt rálátása, hát ilyenkor se ugye arra kell számítani, hogy valaki Szent Jónást tart nekem, és önmagát a rendszer részeként ábrázolja, de azért ugye el tudja mondani, hogy működik egy nagy informatikai beszerzés, hol mennyire rutinszerű, hogy ott korrupciós mechanizmus is van, hogy távolítják el a legnevesebb, mondjuk a tőzsdénjegyzett szállítók maguktól ezeket a feladatokat, lefelé ugye a harmadik, negyedik körös alvállalkozókig, tehát a mechanizmusokat ezekben a beszélgetésekben jobban meg lehet ismerni, de természetesen ezek alapján nem konkrét tulajdonnevek, vagy valakinek a besározása, megvádolása írható le, inkább csak az a megértés, hogy mégis hogy néz ki Magyarországon egy olyan dolog, ahol szükség lehet számlagyárra. Én legközelebb egy ilyesmi anyagban gondolkodok, hát remélem, hogy hamarosan elkészülök rá. Brückner Telex, hajrá, köszönöm. Köszönöm a közreműködést. A 168.hu, illetve a Kejfej Jancsi ennyire volt képes, vagy most éppen ennyire képes. Ha akarnak kérdezni, állok rendelkezésükre. 061-712-42. Természetesen felvetődött a gondolat, hogy megkeressem Ács Dánielt a 444.hu részéről. Az előtörténetünk, amelyet nem én hoztam létre, erre engem képtelenné tett. A gyarlóságomnak tudják be, hogy
Brückner Gergellyel beszélgettem, mert még az a lehetőség lett volna, hogy senkivel se beszélgetek. Az, hogy ezek az erők adott esetben 444.hu és a Telex még nem egyesülnek egy ilyen történetben, a szintén, miután a másik félel nem beszéltem, és nem is fogok, ha csak ő meg nem keres engem, nem tudok választ adni. Én a történet kapcsán azt gondolom, legyen igazság, erőt nem kell mutatni. Az igazság előbb-utóbb felszínre tör, hogy a hazugság. Sok beszédnek sok az alja, 061-712-42 először. Pedig megérteném, ha kérdeznének, vagy hozzászólnának, de nem tudom forszírozni. Nem tudom, hogy volt-e már másodszor, de ha nem, vagy ha volt, akkor most kétszer lesz másodszor. Ma van Túri György születésnapja. Ő most annyi idős, mint amennyi én a múlt héten voltam. Boldog születésnapot, Turi György. Pont most akartam mondani, hogy senki többet. Jó reggelt! Jó reggelt, Vámos Sándor. Hát engem már leforrázott éjgyomorra, amikor bejelentette, hogy a békemenetre óhajtott volna elmenni. Viszont hallásra. Jó reggelt! Most gyáva megfutamodik, vagy mi a probléma? Nem szeretnék egy mesztelen csigával beszélgetni. Jaj, ön az. Mondja. Figyelek. Ha a békemenetre elmegyek, az nem azt jelenti, hogy adott esetben a másikra nem megyek el, vagy nem jelenti azt, hogy a békemenettel egyetértek. Nem tudja elképzelni, hogy valaki valóban azért megy el, mert kíváncsi rá, ráadásul nem is először mentem el. Amikor először voltam békemeneten, a Filipovval együtt voltam, mi ketten onnan úgy rittunk ki, ahogy csak létezik, bár a tömegben felismerhetők voltunk, a tévé adott is bennünket, de... Emiatt bennünket ott a jelenlevők közül több vádért, mint amilyen mértékben akkor ön kifejtette volna a véleményét, de tudja, mit hívjon vissza a harmadszor, és meghallgatom, hogy mit szeretne. Én undorodom öntől, tehát ez nagyon nehéz egyébként. Egy nagyon rövid periódus leszámítva, amit hogyha akar, akkor szívesen elmesélek, de csak akkor, hogyha ön is itt van. Hiszen azt kizárólag ön tette lehetővé, hogy volt talán egy napunk, amikor nem undorodtam öntől. De azt fel kell, hogy hívjam.
061-712-42, senki többet? És ön pontosan tudja ennek az egész történetét. Akkor ráadásul feltáró vallomást is tett, amivel én itt nem élhetek vissza az ön jelenléte nélkül. Nekem nincs takargatni való az önnel való kapcsolatban. Ha mindaz, amit elhangzott, önt nem zavarja, és harmadszor felhív, önkorlátozást fog gyakorolni, és megvárom, amíg ön teszi le a telefont. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis, hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap találkozunk 6 után, de még 7 előtt. Elérhetőségem, leszámítva, akik tudják a mobiltelefonszámot, dörö.kisdkiser.fialajanos a nevem, kukac@gmail.com. Amíg rámulok, addig megtalálható vagyok, bárki számára, így Vámos Sándor részére is. Azért is lenne jó, hogyha egyszer még visszaívna, mert akkor egyszer is mindenkorra ezt a kettőnk között lévő dolgot rendbe lehetne rakni, mert ha rajta múlna a további beszélgetés közöttünk, ezt követően már nem történne. Ha önök nem értenék egyébként az indulatom okát, akkor annyiban tudok a segítségükre lenni már, mint akik néznek, hallgatnak bennünket, hogy ő az egyik moderátora, vagy talán a moderátora annak a csoportnak, amely ennek a műsornak a Facebook elemzői közé tartoznak, és amely olyan módon közelít a műsoromhoz és a személyemhez, amely az elmúlt egy hónapban már azt tette lehetővé, vagy 5 hete, hogy már hallomások útján sem tartom azzal az oldalal kapcsolatot, korábban pedig sok személyes fájdalmat okozott a rossz indulatuk. Elsősorban a rossz indulatuk. Mindazoknak, akik ott van a csoportban jelen voltak. Ez a hozzáállásom oka. Jó. Mintán nem hívott engem, maradjunk abban, hogy mostantól kezdve semmilyen kapcsolat nincs közöttünk. Telefonjaira nem reagálok, én pedig nem fogom önt keresni. Viszont hallásra!